Október 13-án lezajlottak a 2019-es önkormányzati választások Magyarországon. Több településen ellenzéki polgármestert bíztak meg a választók, így történt ez Dunaújvárosban is. Pintér Tamás a Rajtaújváros Egyesület színeiben 56,36%-kal 10.159 szavazattal nyert, mögötte Cserna Gábor a Fidesz-KDNP színeiben 41,01%-ot ért el. De nem csak Pintér Tamás, hanem az ellenzék mind a 10 jelöltje legyőzte ellenfelét, így a teljes városvezetést leváltották. Az eredmények után Pintér Tamás az első polgármesteri nyilatkozatát a DSTV stábjának adta. Elképesztő méretű boldogság, és egy olyan álom, amit egészen fiatalkorom óta dédelgettem. Nagyon-nagyon boldog vagyok. De tényleg legyen ez az első gondolata köszöneté és a háláé mindenki felé, akik segítettek. Rendkívül sok ember volt mögöttem az elmúlt időszakban. Rendkívül sok embernek köszönhetem azt, hogy segítettek, de hogyha valamit mondanom kell, akkor ez tényleg a választóknak a köszönet még, mert ők voltak azok, akik azt mondták, hogy változtatni szeretnének, és én ígérem nekik, hogy itt olyan várost fogunk építeni, amire az egész országban büszkék lesznek. 11 órakor a Városháza téren gyülekeztek a Rajtaújváros Egyesület támogatói, ahol Pintér Tamás polgármester köszöntő beszédet mondott, majd a megjelentek, együtt ünnepeltek a város új vezetőivel. Új város! Új város! Új város! Iratkozz fel YouTube csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb anyagainkról!